Hello, szevasztok, folytatjuk a Lara Croft Go című játékot, logikai puzzle játékot. Ugye az előző videóban megcsináltuk a harmadik fejezetet, teljesen, 100%-ra. Ugye az a cél, hogy az egész játékot 100%-ra csináljuk, rá is megpróbálom, megpályázom. És ugye az előző videó végén megszereztük ezt a pókot, ami feloldotta ezt a kinézetet. Ugye korábbi fejezetben ezzel ezt a ruhát alkalmaztuk, és ezt szereztük meg, úgyhogy most ezt fogom használni, hogy Lara ne fázzon meg, bár ilyen ruhában se fázott meg. Na, oké, tehát spion, így van, ugye 1-2-3 kész van, és akkor megyünk a negyedik fejezetre, a szellemek labirintusába. Ja. És hát tiszta punkt, ugye az első pályán, ahol látható, nincs gyűjthető, felvehető tárgy. A többiben már értelemszerűen lesz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pálya lesz ebben a fejezetben, de ugye, ahogy mondtam korábbi videóban is, egyre komplexebbek lesznek a pályák, a puzzle feladványok is, úgyhogy az nem ilyen semmit, hogy itt nem 12-13 pálya, hanem 9, mert komplexebbek lesznek, szóval nem valószínű, hogy rövidebb lesz ez a videó, mint az előző. Szerintem itt is bele fogunk nyúlni bőven a másfél órába, de lehet, hogy még egy picit tovább is, ki tudja. De várj, most merre kell itt menjek? Most melyik irány, hova megy? De várja. Nem mehetek vissza! Nem tudom megnézni, mi van a másik irányban, látod? Rögtön elsőre a jó utat választottam. De várjál már! Nem az a ruha van le... Mi van? Hát én nem ezt a ruhát választottam ki egyébként. Valamiért nem az Antarktisz outfitet választotta. Mindegy, ezt a pályát megcsináljuk, és akkor utána majd manuálisan kiválasztom az Antarktisz outfitet. De láttátok, hogy az volt kiválasztva? Hát most na. Hát itt, ez itt dead end. Tehát így erre nem tudok menni, az egész biztos. Hát ez a... Most nem ugyanott vagyok, ahol az előbb? Nem ugyanott vagyok, ahol az előbb. Ugye ezen a pályán elvileg nincs felvehető tárgy, úgyhogy itt most mehetek gyorsabban is. Valamit csináltam. Fogalmam sincs, hogy mit, de van egy harm... Vesz? Okay. Ez az. Oké. Okay. Oké. Ugye hát annak ellenére, hogy én ugye privátban végigvittem egyszer, ugye olyan sok pálya van, hogy mindenre nem emlékszem, erre sem emlékeztem már egyébként. Ez nem nyert. Na, akkor gyors kiválasztom az új ruhát, jó? Mert valamiért a játék nem azt alkalmazza, de akkor gyors, akkor ezt most gyorsan. Tehát, outfits.
Ja. Ausgerüstet. Jó, igen. Ezt Enter kellett volna nyomnom. Jó, akkor én voltam a... Oké. Semmi. Ezt én rontottam el. Aha, itt négy darab felvehető tárgy lesz. Oké. A játék egyébként Unity motort használ. Csak így technikai érdekesség. Hát akkor... Várjál! És lővilágosság. Na, itt már lesznek felvehető tárgyak, itt arra majd figyelnem kell. De... Úgyhogy... Megint... Aha, ott lenne, nézd csak. Megint majd megfontoltabban fogok haladni. 17 rubint kell összegyűjteni ebben a fejezetben. Tavasz. Igen, hogyha a szintkülönbség van, tehát felfele mászunk, vagy lefelé ereszkedünk, akkor Lara a fákját nem viheti magával, akkor eldobja, és úgy halad tovább, csak a láncsát vihetjük magunkkal. Látod? Eldobja. Oké. Ez mindenképp kelleni fog. Mindenképp. Oh. Ezt a kígyót nem szabad megölni. Látjátok, hogy miért nem szabad megölni, mert akkor nem tudsz tovább jutni, ugye? Tehát cseles, cseles. Zó. Hopp, ott a következő felvehető tárgy, ott te. Gyűjthető a Rubin, igen. Van még egy fákjánk. Na most. Aha. A fákját nem hozhatjuk ide le, viszont ezt a zöld platformot csak ezzel tudjuk aktiválni. Viszont ezt csak úgy tudjuk aktiválni, azt a kígyót kiiktatjuk. Ki kell iktatni mindenképp, mert... veszélyes. Zó. És akkor... Na várjál csak. Ez nem úgy fog rám menni, ez nem ilyen egyszerű. Az egyik kígyót... Egész biztos, hogy oda kell... Hát oda kell zavarni arra a nyomógombra, hogy az a platformot elmozduljon. Ez azt jelenti, hogy őt itt kinyírjuk, ő hátrébb megy. És még egyszer hátrébb megy. Ez az. Most vagyunk jók. Fölvesszük a láncsát. Várjál, állj! Jó, nincs. Azt hittem, hogy ott lent is van egy, talán egy felvehető téma, de nincs. Na várjál, hozok még egy fákját, mert ugye nem mehetünk... Várjál csak. Várjál csak, ez nem is olyan... De ide nem is kéne fákja, he? Ácsi. Őt nem öljük meg. Nem szabad. Viszont van egy újabb problémánk. A fönt itt... nem jó volt a sorrend. Először a fönt itt kell leszedni láncsával, ugye? Mert most... Most a fönti kígyót nem tudom megölni. És nem tudok most tovább jutni. Rossz volt a sorrend. Őt ugye ezt a kígyót itt, ami mellettem van, nem ölhetem meg. Mert akkor az a platform nem megy föl. Ez így not cool. Jó. Ezt újra kezdjük.
Fákja. Őt megöljük. Elmegyünk a láncsáért. Ez az. Így-így hozunk még egy fákját, és oda zavarjuk. Erről van szó. Jó, és itt sincs semmi felvehető cucc, úgy látom. Reméljük. De ott van egy, ott hátul, nézd csak, ott. Blood Salamander. Aha, a vér Salamander. Az is majd egy új ruhát fog feloldani. És itt van, már van is egy Salamander. Igen, ez, gondolom ezek a vér Salamanderek. Ő észre fog venni, amint ide fölmegyek. De nem gond, mert van ott fákja. Most csak. Ami nekünk azért jó. Vagy nem jó. Ő nem hát rá meg. Okay. Akkor viszont azt tudjuk csinálni, hogy felküldöm. Ez így nem jó. De meghátrál. Meghátrál, csak... Már sejtem. Ez az. Menjél csak. Így, erről van szó. Keresem megint a vázát, az edényeket. Aha. Ez azt jelenti, hogy én arra nem léphetek már rá. De nem is ölhetem meg. Az oda megy. Aha. Azt hiszem sejtem. Őt megöljük. Őt is megöljük. Elhozzuk a láncsát. Ajaj. Van egy kis gond. Ez így nem lesz jó. Az előbb arra gondoltam, hogy ugye őt hátra zavarom. Csak ugye a másik, most ráment a másik egyszer használatos platformra, tehát arra én már nem tudok menni. Őt hiába zavarom hátra a gombra. Én ott most meghalnék. Megint rossz volt a sorrend. Nem baj. Rossz volt a sorrend. Igen. Takarodj vissza, oda föl. Hát vele itt semmi más nem tudunk csinálni, mint hogy ezt. Illetve...
Mondjuk ezt is csinálhatom. Meg... ezt is csinálhatom. Most lesz a jó. Megvan. Te menj hátra. Még egyel hátra. Köszönöm. És most vagyunk jók. Nem volt itt a felvehető, gyűjthető cucc? Nem láttam többet. De remélem, hogy nem hagytam ott egyet, se nem emlékszem rá, hogy négyet már felvettünk volna. Talán hármat. Úgy emlékszem, hogy eddig hármat vettünk föl. Jön az oszlopos rész. Aha, értem. Uda rafinált. De nagyon rafinált ez. Ugye oda nem mehetek meg, mert akkor a kígyó megöl. Ha ezt arra tolom, tehát itt az lenne a cél, hogy én azon a vonalon, nekem azon a vonalon kellene... feljebb menjek. Ha én ezt erre tolom. A lentit pedig elhúzom erre. Tovább. Még tovább. Szevasz. Eddig jó. Ott még vele lesz gond. Oda a fákját nem vihetem el. Hűha. Hűha. Nem baj. Egyszer csináljuk azt, hogy az oszlopot ide. Szavasz. Ó, ott van lenne, ott. Ez az. Akkor megvan a négy, ugye? Jól számoltam. Mert egy Blue Salamander izét vettünk darabot, és három Rubin. Jó, akkor megvan az összes felvehető tárgy elméletileg. Az oszlopok? Hát persze. Oda kell még kettő oszlop. Ez az. Ugye ennek itt kell maradnia mindenképp. A másik két oszlopot kell oda vigyem. Tehát úgy kell őket elhelyezni. Ott az egyik, ott a másik. Hát ez nem nehéz igazából. Remélem, hogy nem rontottam el. Ami azt jelenti, hogy remélem, hogy ezt még oda tudom húzni. Igen. Ja. Arra. Még egyszer. Oda föl. Aha. Mondtam, hogy nem jó így. Se baj. Megoldom. Na, így leszünk jók. Mert ugye ahhoz a kígyóhoz mindenképp szükség van a fákjára. Anélkül semmi esélyünk. Így, né, ez az. És szavasz! Így.
Jók vagyunk, jók vagyunk. Harmadik pálya jön. Erre emlékszem, de nem a megoldásra, hanem erre a pályára. Általában olyanokra szoktam emlékezni a puzzle feladványokból, amin nagyon-nagyon sokat időztem. Aha. Várjál csak. Ez furfangos lesz. Arra vigyázni kell, hogy ezt a pókot nem szabad megölni. Oda zavarjuk, az lelöki azt az oszlopot. Stimmel. Várj egy kicsit. Ott van, figyel, ott len. A rubin. Még egy rubin. Az oszlop... itt valahol úgy volt, hogy... Na várj csak. Én se az oszlopra nem tudok... Pókot kell ráküldeni az oszlopra, ugye? Egy... Kettő! Nézd csak! Most nem tud mozogni... De most már tud mozogni! És mivel... Várj! Csak hogy biztos ne menjen sem erre, mert nekünk erre a platformra itt szükség... Aha... Hoppá! Á, ez teljesen jó! Gyakorlatilag a fákját vittük oda föl. Ez nekünk teljesen jó így. Látod? Legyen fákjánk. Szavasz. Jó. Hát itt egy ilyen vázat találtam. Ez is rémlik. Ez is rémlik. Ez úgy fog menni, hogy... aha, a fákjával ezt a szalamandert... oda kell visszazavarni. Azért van itt ez az egyszer használatos platform, arra csak egyszer mehetek rá. Mármint, hogy erre kéne visszazavarjam, mert ugye erre rámegyek, akkor őre nem fog visszajön. Hát azért nem lesz jó. De! És csak! Így ugye nem fog bántani, mert fákja van nálunk. Laránál. Nézd csak! Így. De most... Ez nem lesz jó, mert... Ja, de jók vagyunk. Mi? Nem. Aha. A felső szalamander nem halhat meg. Tehát úgy kell ezen a platformon állni, hogy a szalamander megnyomja azt a gombot. Mert csak így tudom levinni a fákját. Mert amiatt, a lenti szalamander miatt mindenképp kell a fákja. Mindenképp. Anélkül ott meghalok. Basszus. Mutatom. Tehát... Igen.
Hogy kéne a felső szalamandert úgy csalogatni, Hűha. Ezt még nem teljesen vágom. Mert ha... Ugyanarra megy vissza. Viszont kanyarodni nem tud. Jaj. Ezt kéne itt valahogy megoldanunk. Az a durva, amikor ezt privátban toltam, ezt a részt tök könnyen megcsináltam, és gyorsan. Csak ugye, amit mondtam, puzzle feladványok olyanok, hogy valamikor egy adott puzzle az ember agya úgymond nem áll rá, akármeddig nézheted, nem fogsz rájönni, és mondjuk az ember mondjuk alszik rá egyet, másnap ránéz, és azonnal bevillan, hogy ja, ilyen egyszerű volt. Most ez valamiért nekem nem akar leesni itt, így nem jó. De én nem mehetek rá, mert akkor ő belemegy, és akkor meghal. Az úgy nem jó. Erre meg hogy tudom leterelni? Hát az, mert ugye kanyarodni nem... Hiába jövök el erre. Ő most megint le fog zuhanni. Amekkora zseni. Hát ez baj. Istenkém. Mindenképp tartja a kettőt, aha. Így meg nem megy vissza. Hát, Hát ez most probléma. Ez gond. Hogyha arra rálépek, akkor ő meghal. Mert akkor utánam jön a hülye gyerek. Mivel forgolódni ő nem fog. Látod? Pedig máshogy nem tudok itt lemenni.
Hát ugye... Ez csak úgy működhetne... De hülye vagyok! Jézus Úristen! Aj! Jó van, na! Várjál, lehet, hogy az alsó szalamandernek is működtetnie kell valamit. Szavasz. Lehet, hogy... Látod, az a kígyó... azt a piros platformot üzemelteti. Na most... ha azt a kígyót hátrébb zavarom, akkor ugyan... ő most, aha, ő most ott lenyugodott. És mi üzemelteti ezt a feketi... aha, ez itt. Aha. Hát, minden esetre érdekes most. Ha a kígyót én hátra zavarom a sárgára, az csak azt fogja üzemeltetni. A piros az ide jön, de attól még nem tudok rámenni. Tehát mutatom, hogy mire gondolok, jó? Akkor érteni fogjátok. A piros most oda ment, az tök jó. Aj. Most nagyon le vagyok lassulva. Mondjuk fáradtnak is álltam. Fáradtan álltam neki. Ott van lenne Rubin. Fáradtan álltam neki ennek a felvételnek. De hát... tudom, kifogás. Mindig csak a kifogás. Ez nekem meg nem segít. Ennek mindenképp ott kell lennie, mert csak ott tudok felmenni. De hogy megyek újra a pirosra? Tehát a piros platformra én csak úgy tudok rámenni, ha valaki áll ezen a izén. De... de a kígyó alapból itt van, és mögé meg nem tudok kerülni sehogy. Tehát a kígyót mindenképp oda hátra kell zavarnom. Ide hátra kell zavarnom, látod? Hogyha itt lenne a piros nyomógomb, akkor meg lenne oldva, akkor könnyű. Hűha.
Ezt itt most nem vágom. Mert ha megölöm a kígyót, akkor onnantól nincs. Ha csak... Ha csak... Ha csak... Hé, köcsög! Gyere! 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 Szavasz! Igen. Akkor a másik szalamander sem szabad kinyifantani. Nagyszerű. Ott a pálya vége fönn egyébként. Azt mondja, van kettő oszlop, piros, fekete, sárga, és aha, ott kapunk fákját is. És itt van lenne a Blood Salamander egyik darabja. Jó. Kérdés, az oszloppal mit csináljak? Mit kellene azzal tennem? Mert tegyük fel. Aha. Jó. Tudod, mi lesz itt a probléma? Szerintem ezt a szalamandert nem szabad megölni. De hogy jutok oda a fákjához úgy, hogy ő ne öljön meg? Haha! Hát úgy... Aha. Értem, tehát a szalamandert azt majd a piros platformra oda kell felszavarni egy fákja segítségével, és akkor a kőgolyó majd agyon fogja őt nyomni. Értem. Amint, akkor jó volt megint a megjelzésem, hogy itt nem szabad megölni a vérszalamandert, viszont ezt az oszlopot itt len megint csak nem tudom mozgatni. De szerintem nem is... Habár... Kérdés az, hogy azoknak a sárga cuccoknak hogyan, milyen pozícióban kell állniuk. Így? Vagy így? Így kell, igen. Jó, tehát... Ide nem az oszlopot kell rakni. A feketére. Mert... Az oszlopot... Várjál csak. Hát először... Arra gondoltam, oszlopot ide lelököm, hogy hát, ha úgy meg tudnék szabadulni a szalamandertől. Egyelőre még nem tudom, hogy szedem fel a fákját. Még ezt sem tudom. Tehát, ha az oszlopot ide rakom... Aha, most nem mehetek oda. Hú, basszus kulcs. Ugye, én nem állhatok a pirosra, mert akkor engem azonnal összenyom a kőgolyó. Az not cool. Az úgy nem. Az nem pálya. Mindenképp a szalamander kell oda föl...
kergetni fáklyával, de hogy veszem fel a fáklyát? My god! Lehet olyat csinálni, hogy... Nem, arra nem lehet. Az oszlopot ide kell hozni, ahol most áll Lara. Mindenképp, tehát a felső oszlopot, annak itt kell lennie, hogy megállítsa majd a kőgolyót, miután azonnal lesz van, ugye lépésenként fog erre lefelé jönni, és ide kell az oszlop, hogy végig a fekete platformon álljon. Ez oké, csak nem tudom, hogy a fákjához hogy jutok oda. Ez egy problémám. Mert a lenti oszloppal nem lehet mit tenni, ugye? Állj! Állj! Mi van a... Ja, az lenne a jó, hogyha kőgolyó mondjuk megindulna arra, és akkor a sárgával le tudnám lökni mondjuk a szalamanderre. Oda le tud... De az megint nem jó. Mindenképp erre kell lejönnie. Mindenképp... Mert a lenti oszloppal nem lehet csinálni semmit. Tehát... Na, várj csak! Egy dolgot megpróbálok. Nem, azt nem tudom megcsinálni. Nem tudom ezt az oszlopot oda levinni, mert... A szalamander miatt... Fucking unbelievable, komolyan mondom. Valahogy most nagyon nem akarom észrevenni a megoldást. Valamiért az agyam most nem akarja látni. Bam meg! Nem tudom már, hogy milyen hülye vagyok. Jézus szentséges Szűz Máriám! Na várjál! Ez... öreg! nem egészen ezt kellene csinálnod. Csak... Az ott remek. De ez nekünk nem jó. Várj csak! Na, gyere te szerencsétlen flótás!
1, 2, 3, 1, 2, uha. Ez így nem jó. Ez így nem jó. 1. Igen. Az oszlopnak most ott kellene lennie. És ez emiatt most tovább fog gurulni. Egy lép... Igen. Ez a baj. Ez a baj. Az oszlop nem jó helyen volt. Basszus. Még nem is hogy igen. A lenti oszlop okozza a gondot, látod? Ha a lenti oszlop nem lenne ott, a golyó legurulna, és akkor nem lenne semmi gond, akkor idehoznám az oszlopot, felmásznék, azt végig tudok menni, aztán csokolom. Mivel azonban lent ott az az oszlop, amit nem lehet elmozdítani, mindenképp, tehát ennek a felső oszlopnak itt kell lennie. Ennek mindenképp itt kell lennie. És ez után... Basszus kulcs. Ez után lehet csak a szalamandert felzavarni. Ja. Tehát... Gyere! Van egy ötletem. Aha, csak a... Hogyha az oszlopot a helyére tolom, hogy zavarom fel a szalamandert a pirosra? Ez itt a nagy kérdés. Mert akkor azt már nem fogom tudni megcsinálni. Tehát, ha én ezt itt megjátszom... Habár... Habár... Gyere! Van egy ötletem. Gyere! Hopp! Na! Így! Na most! Na most a tuti! Ez az. Most jók vagyunk. Na, csak kinyögtem. Hű! Jó van, ezzel elindőztem. Igen, itt egy új játékelem. Már is prezentálom. Ha rálépek erre, nézd azokat a... azt a csapdát. Csak! Igen. Később ebben ez sok fejfájást fog okozni. Hát itt most ugye, mivel az első olyan pálya, ahol ilyen csapda van, ugye a játék itten mondhatni bemutatja a működést, tehát itt ez még, igen, ez itt még nagyon-nagyon egyszerű. Na gyere! Gyere!
És ciao. Figyelem, hogy próbálom nézni a pályán, hogy van-e valahol olyan váza, de egyelőre nem látok sehol. Hopp, ott van, tessék, épp hogy kimondtam. Ott az új Rubin. Zó. Ja, így. Itt sem látok sehol. Jó. Ott sincs, ott sincs. A szélén sem látok. Jó. Itt is ugye értelemszerűen próbálom a 100%-ot teljesíteni. Okay. Hát ez ugye értelemszerűen igen, hát ez igen. Viszont itt már ez csalesebb lesz. A kígyót mindenképp meg kell ölni. Ez kétség nem fér. Viszont ezt úgy kell megtenni, ugye nincs fákja, tehát azzal kell, és ott van lenne a nyomógombja. Itt van lenne a nyomógombja. Ó, és ott a felszedhető tudsz. Még egy rubint. Van értelme annak, amit csinál? Igen! Na, hogy van értelme! Az a piros majd le fogja lökni az oszlopot, na csak figyelj! Hopp! Szavasz! Az oszlop ide fog kelleni, hogy ugye ezen kell átmenni, és hogy lerát ne öljék meg ezek a nagy botok. Hegyes botok. Így. Oké. Zuty. Aha. Jó. A kérdés az, hogy szükségünk van-e erre a szalamanderre itt fönn. Na most... Nézzük logikusan. Van itt a pályán egy ilyen rész, ugye? Van 6 egység. Több ilyen vonal van. Na most, hogyha... Nem kéne kergetőz a szalamander, akkor valószínűleg nem lenne itt ez a rész. Tehát nagyon nagy valószínűséggel szükségünk van arra a szalamanderre. Nagyon nagy valószínűséggel. Úgyhogy csináljuk is ezt. Na gyere! Várj egy kicsit. Jó, vázát nem látok sehol. Azt hiszem. Remélem. Na gyere csak! Kapsz egy ajándékot, szavasz! Ha itt én tovább megyek, tehát akkor nincs szükségünk a szalamander. De mindenképp szükség van rá, mert erre rá kell állni, és hogyha szalamander nem jön utánunk, akkor lerahal meg, ugye? Tehát igen. Tovább megyek, őt észre fog venni. A láncsával kell leszedni a kígyót, ez szinte egészen biztos.
vagy onnan, vagy valahonnan ebből a sorból, de a szalamandertől, attól ott valahogy meg kell szabadulni. És ezt úgy kell csinálni, hogy... ezt úgy kell csináljuk, ó, hát ez... várj csak, ez mit csinál? Aha. Na gyere csak! Gyere! A szalamander is, igen, ő is tudott függőleges falon mászni. Ez. Hülyeséget csináltam, rossz irányba indultam el. Nem baj. Korrigálok. Na gyere. Így. Na gyere csak föl. Gyere. Ciao. Ő kezdte. Á, nézd csak mi van itt len! Nézd csak mi van itt len! Nem véletlen van itt ez a kapaszkodó. Azaz! Na ez kellett. Így, né? Jó, hát akkor elhozzuk ugye a láncsát. Ez az. Innen is ledobhatjuk, annyira mindegy. Így. Ott fönn nincs semmi. Jó. Jó. Várj egy pillanat, türelmet, várjál! Na, itt vagyok, csak nyilván mikor máskor, mint amikor videót csinálok, nyilván olyankor hívnak telefonon, ti ebből úgyse érzékeltetek most semmit. Ja, de most így... fél óra nekem most így kimaradt. Fél óra beszélgetésem volt. Hol tartottam? Azért kell most visszarázódjak. Igen, itt kerestem a izét, igen, itt végeztünk. Ott nézd csak! Itt, látod ezeket a fény részecskéket? Ott, itt, ahol a kurzor van. Ott van a Rubin. Mondom, sok a szemét helyre raknak ám, raktak. Jaj. Na. Mi van itt? Hát ez érdekes. Tehát az egyiken mindenképp le kell esni. Nem mindegy melyiken. Nagyon nem mindegy. Itt nem eshetünk le, mert akkor a szalamander megesz. Ugye? Ugye? Itt nem lehet. Tehát a legegyszerűbb... ha itt esünk le. Csak hogy. Azt mondja... aha. Haha. Haha. Nézd csak. Ez itt úgy van. Oké, hogy fel tudom venni itt a fákját. Ez tök jó. Csak hogy... ha szalamander utánam jön. És én odalépek... akkor én meghalok, mert a szalamander rá fog lépni arra a gombra ott. És a tüskék, vagy botok, éles botok, nem tudom minek nevezzem, azok megölnek. Vagyis... vagyis... itt azt kell csináljuk... hát szerintem igazából pofon egyszerű a téma. Nem hiszem, hogy lesz rá szükségünk. Szevasz! Úgyhogy, ja. Ennyi. Itt len nincs semmi, ugye? Nincs. Hát ez a szekció igen, csak egyszerű volt. Oké. Okay. Oké.
Ezt a pályát pont a napokban vittem végig, ugye privátban. Ez is... Nagyjából még emlékszem... Nagyjából... Ez úgy volt... Ez úgy volt... Látod? Itt arra kell vigyázni, hogy a kígyókat nem szabad semerre se terelni. Mert akkor rálépnének ezekre a fekete gombokra, és garantáltan akkor Lara meghal. Nézd csak, mi van ott! Én Rubin! Nagyszerű. Ja, úgyhogy ezzel vigyázni kell. Épp ezért... Igen, és a Lara előtt lévő kígyót viszont nem szabad megölni. Mutatom miért. Mert csak itt vagy ott tudunk fölmenni, ugye? De... Hát őt mondjuk megölhetnénk, de azzal... Nem, ott nem tudunk fölmenni megint, látod? Amiatt, a tüskék miatt. Tehát... Csak itt tudunk fölmenni. A kígyókra szükség van. Mármint arra a kettőre. Így, ennyi az egész. Állj egy picit. Jó. Oké, itt így van. Na jó, vagy. Igen, ez már rafináltabb. Tehát ugye segítenek a színkódok. Ugye a piros nyomó gomb aktiválja a piros tüskéket. Én csak tüskéknek fogom hívni ezeket a éles potokat. Ezeket a csapdákat itt. Szerintem érthető, hogy mire gondolok. Igen, te is. Igen. Igen. Erre kell itt figyelni. Ott nem volt semmi, ugye? Jó. Tehát, az a szalamander nem vehet minket észre. Erre vigyázni kell. Várjál, dehogy nem vehet észre. Hello. Ha hogy nem vehetne észre? Nézd! Szevasz! Úgy kell neki. Ott lenn, nézd csak, mi van itt? Itt. Azaz, még egy Rubin. És akkor... Tötörötö. Ez úgy fog menni. Igen. Itt a következő gond. Hát először mindenképp őt kell leszedni, ugye, hogy... Igen, ő most oda megy. Nem baj. Nem baj. Ő hátra megy. Nem baj. Sőt. A láncsot most nem tudjuk felszedni. Ha én most fákjával megközelítem a szalamandert, az hátra megy egész arra a nyomógombra. Ő is meghal, de Lara is, úgyhogy az nem buli. Nem. Itt most más kell kitaláljunk. Ugye forogni nem tudnak visszafelé, úgyhogy ez azt jelenti, hogy elvileg megvan oldva a gond, szavasz. Mert ezt mi fölvesszük. És... Ja, lentről nem tudom leszedni a kígyót, aha. Nem baj. Várjál. Ez... nem lesz gond. Akkor leszedjük így. Szevasz. Ott, látod? Ott a kurzornál.
Blood Salamander, még egy darab. Az ilyesőn. És ott lesz a pálya vége. De először ezt a Salamandert itt meg kell trükközni egy kicsit. Hú. Hogy is volt ez? Várjál csak, hogy csináltam én ezt? Ezt is, ugye, nyilván ezt is a napokban csináltam meg. Néhány nappal ezelőtt. És néhány nappal ezelőtt vittem végig egy bizonyos ponttal a játékot, hogy kedvet kaptam ahhoz, hogy csináljak erről videót, aztán azért született ez a végjátszás. Ő ott észrevesz. Az a három gomb aktiválja a tüskéket. Gyere csak! Ez az. Ez az. Jó helyen vagy, öregem! Nagyon jó helyen vagy! Szevasz! Így. Így. Meg van oldva. Áj! Nézd a kurzort! Mi van ott lenn? Mondtam, hogy figyelni kell. Hatos pálya. Egy hatodik pálya. Mi van itten? Én ugye minden lépésnél... hello! Nagyszerű. Minden lépésnél ugye ők is mozognak. Most ha fölmegyek, akkor a pók megesz. Tehát az... nem. Ugye vissza. Így. Ez mit csinál? Hüha. Lehet, hogy kellene az a láncsa, csak az hogy szedem föl? Mert ha... ugye én utána megyek. Hát megfordul, igen. Ez így nem jó. Ez így nekünk nagyon nem pálya. De még az sem egész biztos, hogy szükségünk lesz arra a láncsára. Még... habár... lehet, hogy a kígyóhoz fog kelleni. Ott a fákja. Ez azt jelenti... aha, ők... jó, mindig egy vonalban mozognak, így van. Vagyis... ha én ezt... szevasz! Szevasz! Ő kezdte. Na most tudjuk elhozni a láncsát. No problemo! Szevasz! Így. És itt fönt... nem látok sehol olyan edényt. Jó.
Igen, hát ugye ezért nem vihetjük el magunkkal a fákját, ezért van szükség a láncsára, amit itt használunk. Így mi. Hoppá! Köszönjük szépen! Még egy vérszalamander darab. Jó! A jó öreg fűrészlapok! Jaj, de jó! Szeretem, hogy ilyen sok van belőlük, amúgy nem szeretem. Most, ha lefelé megyek, akkor... meghalok? Nem. Szerencsére nem. Ojaj. Oké. Jónak tűnik! Oké. Okay. Oh, hello! Köszönjük szépen a Rubintot! A Rubint! Bocsánat. Fákja az ott van, de ugye azon a szekción nem tudjuk használni a függőleges falon. A lehető legrosszabb ötlet, ha fákjával a szalamandert visszazavarjuk oda. Mert akkor Lara meghal a tüskék miatt. Ha csak... Ha csak... Várjunk. A kérdés az, hogy egyáltalán meg kell-e szabadulnom attól a szalamandertől, vagy szükség van rá? Ez itt a legnagyobb kérdés. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy meg kell öltölnöm. De megpróbáljuk. Na gyere csak! Igen. Igen. Szavasz! Így. Ez nem probléma. Ő lejön, de nem probléma. Oszlopot lelökjük. Aha, na, arra a szalamanderra van szükségünk. Csak rá van szükség. Csinálunk neki egy utat, hogy utánunk jöjjön. Miért? Na most figyelj. No. Ájá, közben figyelem, hogy figyelem a... Így. Ez az. Hát, ja. Na, ezért volt rá szükség. Hetes pálya. Ott len, ott a váza, ott van.
Már csak 3 rubint kell megtalálni. Jajjajj. És hát majd ugye, ha végzünk ezt a fejezet, akkor szokás szerint le fogjuk ellenőrizni, hogy ott hagytam-e valahol felszedhető tárgyat. De remélem, hogy ne... Na, megérkezett a főboss. Ez még nem a főboss harc, de mint jó új játékelem megérkezett a nagy kígyó, akit a játék elején is láttunk. Na, ő úgy működik, nagyon egyszerű. Amikor ilyen pozícióban van, akkor 2 lépéstől van attól, hogy Larát megtámadja. Viszont ez a kígyó kizárólag csak a narancssárgával jelölt vonalakon, területeken tud támadni. Vagyis, hogyha Lara valahol a narancssárga vonalon áll, bárhol, akkor a kígyó meg tudja őt enni. Meg tudja ölni, nem biztos, hogy megeszi, de értitek. Viszont... ha sikeresen kikerüljük a támadását, utána van több lépésünk, több szabad lépésünk, mielőtt újra támadásba lendül. Na, mindjárt látni fogjátok. Na, ez, amikor így kinyitja a nagy száját, ez az utolsó lehetőség. Hát, lelépni a narancssárga vonalról. Ez az utolsó lehetőség a menekülésre, mondhatni. Úgyhogy, én most visszamegyek. De Mr. Nagy Kígyó mindenképp támadni fog. Látod, sikertelen volt a támadása. Ilyenkor, ha lépünk még egyet, most fölfelé nyilván nem tudunk menni, mert akkor megint Lara meghalna. Ha most lépünk egyet, akkor a kígyó egy pár lépés erejéig el fog menni. És most ilyenkor van azt hiszem 4 vagy 5 szabad lépésünk. Tehát 1, 2, 3, 4, 5. Hát 5 lett volna, de ugye itt már nincs narancssárga vonal. Ez mit is csinál? Aha. Igen. Szevasz. 1, 2, 3, 4, 5. Szevasz. Így. Ez minket nem segít. Egyáltalán nem segít minket. Egy, kettő, három, négy. Jó, stimmelünk. 1, 2, 3, 4, 5. Így, né? Na most, még egy nagyon fontos dolog. Innentől az összes pályán az a cél, hogy ezt a nagy kígyót megsebezzük. Ugye ez különböző csapdákkal lehet, például körfűrésszel, a tüskés csapdákkal, ugye a falból jönnek ki a éles botok. Ilyen csapdákba kell beleterelni ezt a nagy kígyót, úgy lehet megsebezni, és ez innentől az összes pályán ez lesz a cél. Tehát ebből a szempontból nézhetjük úgy, hogy innentől már boss fight van, mert végül is a főbosszal küzdünk igazából. De mindjárt jobban érteni fogjátok. Én most azt fogom csinálni.
Én csak ott is van egy narancssárga pötty. Nem jó, ez hiba volt. Ez hiba volt. Igen. Nem jó. Ez az. Igen, és miután sikeresen megsebeztük a nagy kígyót, mindig abba a lyukba kell belemenni, ahonnan ő kijött. Tehát ugye most oda. De hát ugye itt már nincs semmi veszély, és sikeresen el lett fenekelve. Jó. Azaz. Itt még nincs vége a pályának. Na most akkor itten. Természetesen itt ilyenkor, ilyen esetben érdemes a kígyó támadását úgy csinálni, hogy a... Igen, hogy a kicsiket szétszedje. Így. Jó, nem baj. Ezt visszahozom. Igen, tehát ezt a kígyót itt len, az egyiküket mindenképp a nagy kígyóval kell kinyíratni. De különben itt ugye nem tudok tovább haladni. És ez úgy fog menni. Ez az. És ugye a nagy kígyó csak akkor mozog, ha valamelyik narancssárga pöttyre ráz. Ja nem, így is mozog. Bocsánat, akkor hoztam. De csak akkor támad, hogyha ráz arra. Na most. Tovább bonyolódik a történet. Sok-sok egyszer használatos platform van előttünk. Oda is fordult. Hát itt nagyon nem lesz mindegy a sorrend. Ajjaj. Tehát. Én rámegyek erre. Majd. Igen. A zöld kapcsoló, most ugye oda tudunk majd menni. A zöld kapcsoló fogja leereszteni ezt a nagy valamit, ami rá fog esni a nagy kígyóra, tehát itt most itt tudjuk majd megsebezni.
Elrontottam! Na, ki tudja, hogy miért? Nincs tovább. El lett rontva. Nem tudok tovább haladni, mert... ott is az egyszer használatos platform van, és a kígyó, hogyha arra rámegy, akkor az is instabil lesz. Hogyha én arra rámegyek, akkor meghalok. És az az egyetlen útvonal tovább. Úgyhogy ezt kezdhetem előről. Vagyis... itt ott hibáztam... nem. Ott hibáztam, hogy itt mentem föl. És... rámentem a narancssárga pöttyre. Itt rontottam el. Tehát erre kell jönni. Jó, most már ezt is tudjuk. Most már ezt is tudjuk. Nem baj. Nem baj. Igen, hogyha... pályán belül is vannak ilyen checkpointok, és ha visszatöltöd, akkor respawnolnak az ellenfelek. Mindegy, azokkal a kígyókkal már nem kell foglalkozzunk, jó? Fölösleges. Így. Látod? Így. Így. Azaz. Micsoda mutatványok. Így. Azaz. Nem baj. Három. Ez az. Megint. És itt van felettünk a Rubin. Már csak kettő darab van hátra. Oké. Megyünk tovább. Hát igen, ez már úgy fogósabb kérdés lesz. Ó, hello! Már csak egyetlen darab kell a Blue Salamanderhez. A Vér Salamanderhez. Hú, itt is izé, úgy emlékszem, hogy itt is elidőztem azért valamennyit. Ez sem ment elsőre. Nem baj. Itt kizárólag egy lehetőségünk van. Oda-vissza már nem mehetünk. A kérdés az, hogy most merre? Igen, ugye azt az oszlopot oda le kell majd lökni valahogy. Ez nem lesz olyan egyszerű. Most azon gondolkodom, hogy a Salamandertől hogy lehetne megszabadulni. Tehát ha... utána, hogyha most itt erre visszamennék, ez itt leszakad, de nem tudok utána visszamászni, az nem jó. Az nagyon-nagyon rossz taktika. Így is jó. Uh-huh.
arra. Arra. És arra. Eddig jó. És most jön az a rész, hogy itt megint le kell esni, mert ha a másiknál esek le, akkor a nagy kígyó megöl. Mert nem tudok hova, ugye, elmenekülni. Úgyhogy essünk le. Egy, kettő, három, négy, öt. Öt. Nincs itt semmi gond. És most ugye itt fog jönni, és erre fog nézni. Most jön az egyik cseles rész. Itt nem mindegy a sorrend, ugyanis ott a folyosó végén van egy oszlop. És azt az oszlopot csak nem tudom, hogy melyikhez kell húzzam. Hát vagy a zöld, vagy a piros. Elméletben a kék is játszhat. Csak. Most vagy a zöld, vagy legyen a piros. Biztos, ami biztos? Aztán lehet, hogy mindegy, nem tudom már. Minden esetre. Igen. Tehát a piros kell nekünk. Erről van szó. Erről van szó. Tökéletes, tökéletes. Pont a pirosra van szükség. Ezen a pályán lehet, hogy nem volt váza. Nem láttam sehol. Nehogy itt hagyjam. Tele nem láttam sehol. Vagy nem tudom. Várjál csak. Gyors leellenőrzök még egy területet. Ja, nem tudok már fölmenni, akkor mindegy. Föl akartam oda menni vissza, de oda már nem tudunk. Van egy olyan megjegyzésem, hogy itt hagyok egy vázát. Hát, majd kiderül. Most már legalább tudjuk, hogy ezt hogy kell megoldani. Itt nincs egy sem. Igen. 8-as pálya. Hopp. Nagyon jó. Már csak egy rubin kell. Huha. Erre a pályára nem nagyon emlékszem, mondjuk. Az támad. Hopp, hopp! Megvan a vérszalamander. Taucha-anzug, ez az.
Megvan a neoprén, tehát a búváruha. Nagyszerű. Na most, ha előre megyek, akkor a Salamander észrevesz és követni fog. De akkor mindenképp meghalok. Úgyhogy nem, ez így nem pálya. Kettő, három, négy. Tehát elméletileg... Egy, kettő, három... Na várjál csak! Ó, itt van, lennék csak! Az összes rubin is megvan. Ennyi. Úgyhogy akkor ebben a fejezetben elvileg megtaláltam mindent, mert ugye megvan a Brood Salamander, úgyhogy... Most már csak a pálya teljesítésére kell koncentrálnunk. Na most, várjál! Nagyon csalogató és csábító, de ezt a Salamandert nem szabad megölni. Mert nekünk oda fel kell jutni, és azt csak úgy tudjuk megcsinálni, ha az a köcsög, az ugye oda rámegy. A sorrendet egyelőre még nem tudom. Ja, a nagy kígyót nem érdekli, hogy van fákjád. A nagy kígyó az... Őt nem fogja érdekelni. Hűha. Hogy csináljuk ezt? Tehát... Á! Most erre. Ez az. Álljál csak! Várjál! Ez baj. Igen. Ajjaj. Hűha. Ez egy picit komplex. Tehát, még egyszer. Ezt úgy kell időzíteni, hogy... hogy amikor támad a kígyó... akkor... vagy itt, vagy itt. De a Salamandert hogy csalogatom ide úgy,
kettő, három, négy, öt. Elméletileg, tehát ha én most 2, 3, 4, 5, így, ez az, az az. Azaz. Nagyon jók vagyunk. És most pedig... Hát arra a szalamanderre elvileg már nem lesz szükség. Remélem. Igen, na itt majd a... Itt majd a tüskékkel kell megsebezni a Mr. Főköcsögöt. De előtte... Ojjaj! Itt sem mindegy, hogy merre megy a játékos. Nagyon-nagyon nem mindegy. Emlékszem, hogy itt többször meghaltam. Mert ugye, ha megnézed, ott van egy egyszer használatos platform. Ha én azt mondom, hogy... Mindenképp erre kell menjek. Így. 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 Igen, most az a kérdés. Hogy azt be kell aktiváljam most, vagy először a kart, mert erre nem emlékszem. Mert onnan... Basszus. Ott a piros kar. Aha. Akkor... Akkor így. Igen. Na most ez merre megy? Jó. Így. Így. Ki kell kapcsolni a csapdákat, jó? Ebbe is beleszaladtam pár nappal ezelőtt. Így. Hű. Na! Kérem szépen. Szemtől szemben. Ez szép lesz. És tudod mi a vicc? Figyelj!
Hülye beszarsz! Kész! Egy láncsa kellett! Igen. Tehát, hogy... Ezt mondom, hogy a láncsa... Valamely korábbi videóban talán említettem, hogy a láncsa minden ellenfelet meg tud ölni. Mindegyiket. A főboszt is. Csak egy láncsa kellett. Ennyi. Igaz, hogy kapott már a hátára több tonnás kődarabot, egy csomó éles bot beleállt az oldalába, meg fűrész szarrá vagdosta. Nem baj, azok neki meg se kottyanna, de a láncsával már nem bír el a nagy kígyó. Azt már nem viseli el. Zó, oké, megvagyunk. Emlékeztek a kockára? Ami még a játék elején volt. Na. Most nem kell csinálni semmit. Jó? Ilyenkor nem kell csinálni semmit. Lara magától mászik fel és fel. Na, most itt már kell csinálni. Itt már, igen. Na, emlékeztek erre a kockára, ami a játék elején majdnem a miénk lett? Csak majdnem, mert közbeszólt a nagy kígyó. Zó! A túlvilág atlasza. Ezt akartunk megszerezni a játék elején. Most már megvan. Na! Ez már egy új fejezet lesz. Látod? Minden omlik össze, minden leomlik, szétomlik, összeomlik, stb. De ugyanúgy nincs semmilyen időkorlát, úgyhogy ettől nem kell félni, ugyanis itt is lesznek felvehető, gyűjthető tárgyak. Na de, ami minket érdekel, hogy ebben a fejezetben, ami igencsak hosszú volt, de hát ugye mondtam, hogy hogyan sikerült megtalálnom az elrejtett dolgokat. Elméletben ugye, mivel az összes Rubint megtaláltam, és ugye feloldottam az új erekét, ezzel pedig az új ruhát, elméletileg hibátlan a fejezet. Elméletileg 2-es, 3-as hibátlan, 4-es hibátlan, 5-ös igen, 6-os igen, 7-es igen, 8-as. Jók vagyunk. Így van. És ez azt is jelenti egyben, ugye, hogy ezt szereztük meg ebben a fejezetben, Blue Salamander, és ez feloldotta, ugye, a búvárruhát. És ha emlékszünk, ez az a könnyű búvárruha, ami a második részben, amit a második részben viselt Lara. Úgyhogy, kiválasztjuk ezt. Zó, és innen fogjuk folytatni. A menekülés fejezet egyébként egy sokkal rövidebb fejezet lesz, de természetesen onnan fogjuk folytatni. Igen, ez egy sokkal hosszabb fejezet volt. Igen, 1 óra 50 perc. Mindegy, ugye mondtam, hogy valószínűleg ez nagyon-nagyon hosszú lesz, de a következő sokkal rövidebb lesz. Valószínűleg, úgy emlékszem. Na de, ha tetszett, nyomj egy lájkot, megszabadultunk a nagy kígyótól, úgyhogy innentől
egy picit, egy hangyányit könnyebb dolgunk lesz. Most más játék ellen fogja nehezíteni a dolgunkat, majd meglátjátok a következő részben, innen folytatjuk a Lara Croft Go-t. Köszi a figyelmet, szavaztok!